Ünnepélyes keretek között helyezték el az új református bölcsöde alapkövét Kemecsén. Az esemény rendhagyó módon az építkezés megkezdése után történt, hiszen az intézmény falai már állnak, a tetőszerkezet kész, a munkálatok folyamatosan zajlanak. A korszerű, a legmodernebb energetikai igényeknek is megfelelő épületben 4 csoportszobát alakítanak ki, összesen 56 gyermek ellátásához elegendő férőhellyel. A beruházást a helyi református egyházközség uniós, állami és saját forrásból valósítja meg. Az építkezés teljes összege több mint 1 milliárd forint, amely egyházmegyei szinten is jelentős fejlesztés. Megyénkben jelenleg összesen 4 bölcsödét, 4 óvodát és 8 általános iskolát működtet a református egyház. Kemecsén van egy nagyon szép íve az egyházi nevelésnek, hiszen említettem, hogy már óvodai nevelés folyik a városban, a református egyház fenntartásában, és néhány évvel ezelőtt az általános iskola fenntartását is jónak látta az önkormányzat a református egyház kezeire, irányítására bízni. Én azt gondolom, hogy az ott folyó munkáknak az elismerése, bizonyítéka az, hogy a városvezetés, a járás vezetése úgy döntött, hogy a református egyház irányítása alatt megbízható kezekben van, emberi megfogalmazás szerint a következő intézmény ágazat a bölcsődei nevelés. Ez megtisztelő is, és egyben felelősséget is ró az egyház község vezetésére, az egész egyház község tagságára, hiszen úgy járhatnak itt a városban az emberek, azzal a tudatossággal a református egyháznak a tagjai, hogy ezt a felelősséget hordozzák, illetve ezt a bizalmat megkapták a város vezetésétől és a lakosságtól is. Az ünnepségen elhangzott, a városvezetés az oktatási, nevelési és szociális intézményeinek fenntartását a református egyháznak adta. Az önkormányzat és az egyházközség együttműködése pedig példaértékű a településen. Mivel most már a református egyház egy meghatározó intézményfenntartó, úgy gondoltuk, hogy a református egyházat is segíteni kell, és maga a református egyház közösség beadott egy pályázatot a TOP keretében, és erre megnyerte a forrást egy 4 csoportszobás bölcsőde építésére, és ennek a építkezésnek a munkálatait látjuk itt a hátunk mögött éppen, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a forrás sikerült elnyerni, és maga nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat segítségével, közreműködésével, hiszen kellett, hogy támogassuk ebben az egyházat. Az önkormányzatnak ebben, hála Istennek, nagy tapasztalata van, hogy a projektek megírásában, megvalósításában, menedzselésében segítjük az egyházat, és így tartunk most ennél a kivitelezési stádiumnál. Az épület mellé játszóudvar is kerül, melynek egy része fedett lesz. A bölcsöde előtt pedig parkolókat alakítanak ki, ahol egy elektromos autó töltőállomás is helyet kap majd. A beruházás a tervek szerint jövő szeptemberre elkészül.